Évértékelő beszélgetésre hívta városunk polgármestere, Székiné dr. Strémi Melinda, a városban működő és a várossal együttműködő cégek, szervezetek vezetőit 2011. decemberében. A József Attila Művelődési és Konferencia Központ üvegcsarnokában megrendezett program évértékeléssel kezdődött, melyben a városvezető mérlegre tette az elmúlt év eseményeit, történéseit és eredményeit, összegezte a tanulságokat és célokat, feladatokat fogalmazott meg a 2012-es esztendőre vonatkozóan. Ünnepi beszédének alapját a Magyar Progresszív Intézet önkormányzati teljesítménymérés 2011 című felmérése adta, mely a megyei jogú városok és a budapesti kerületek önkormányzatainak hatékonyságát, működését vizsgálta. A vizsgált mutatók között szerepelt többek között az adósságállomány nagysága, az infrastruktúra, ezen belül az útépítés, az önkormányzati intézményfejlesztés és a jóléti kiadásokra fordított összeg nagysága. Az intézet az összes adat elemzése után összeállította az önkormányzatok összesített rangsorát, melyben a 46 versenyző közül Salgótarján az előkelő 12. helyet szerezte meg, megelőzve olyan önkormányzatokat, mint Kaposvár, Veszprém, Győr és Székesfehérvár, mondta Székiné dr. Strémi Melinda polgármesterasszony, aki végül megköszönte a megjelenteknek az éves munkát és együttműködést, majd pohárköszöntőt mondott, áldott békés karácsonyt kívánva a megjelenteknek.